Amikor először Dimes középlokon jártam 20 évvel ezelőtt, az asszonyoktól kaptam szépen írókázott főtt tojást. Ez egy csillagos mintának a változata. Biztosan jól meg volt főzve, hiszen el tudtam tenni, nem romlott meg, szépen összeszáradt a belseje. Ez kotyog. A húsvéti ünnepkörtől elválaszthatatlan a tojásfestés. Ezt a kárpát-medencei hagyományt van, aki művészi színvonalon űzi. Jókainé Gombos Beatrix a tojásírás mestere, sőt most kurátora is egy a műfaj legjobbjait bemutató kiállításnak. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban látható tárlat május 6-áig mutatja be az újjászületés, termékenység gazdagon díszített szimbólumait. Korai fiúkoromban ismerkedtem meg a tojás díszítés hagyományával. Én Győr mellett Rábapatonán nőttem fel, azonban nem családi hagyományból hozom ezt a technikát, hanem egy játszóházban már egy népi iparművésztől tanultam meg. Akkor természetesen még csak húsvétra készültem ezzel, de egyre jobban elmélyültem a Kárpát-medence tojás díszítő hagyományában, és évközben is gyakorlom a technikákat, kutatom a motívumokat. Én a gyimesi mintákkal ismerkedtem meg legelőször. Úgy is szoktuk említeni, hogy Gyimes a tojásírásnak a bölcsője. Nagyon korán felfigyelt a néprajzi kutatásra gyimesi tojásokra, több száz, de azt is mondhatnám, hogy ezerre tehető a motívum változatoknak a száma. Nagyon archaikus minták ezek, és ezért talán rögtön beleszerettem, de itt szoktam elmondani, hogy tulajdonképpen én a kézművesség más ágait is nagyon kedvelem, és nagyon sok mindent szeretek kipróbálni. A gyimesi asszonyok úgy tartják, hogy megvetjük először a tojásnak a földjét, vagyis ezek az alapvonalak, és ezután indul majd a mintaválasztás. Kereszt irányba is megrajzolom az osztókört, ha úgy tetszik a tojás egyenlítőjét. Ahol beviaszolom a tojást, ott nem fogja be a festék. A legvégén pedig majd a leolvasztás következik. Hagyományos módon csak húsvéthoz kötődött, és ezt mindig el szoktam mondani, és hangsúlyozom, hogy régen a húsvéti tojás az főtt tojás volt, hiszen étkezési célra szolgált. Nagypénteken az asszonyok írták a tojásokat, természetesen a fiatal lányok pedig azért, hogy majd a locsolókat várják húsvét hétfőn. És a feltámadási szertartás keretében pedig ezek a hímes tojások bekerültek a kosárba, a sonka és a kalács mellé is. Ott a pap megszentelte, és utána kerülhetett a húsvéti terített asztalra. Általam ismert hímes tojásokból tekintve a történeti néprajzi forrásokat is, szinte 99%-ban tyúk tojásokról van szó. Egy-két tájegységen, mint például Sárközben, elkezdtek libatojásra is tojásokat írni. Nyilván ez összefüggésben van azzal, hogy nagyon korán, 19. század végén kiszínesedett, gazdaggá vált a népviselet, és ez a reprezentáció a tojásokon is megnyilvánul. Más egyéb vadmadarak, szárnyasoknak a tojásait nem jellemző, hogy díszítették volna. Egyrészt nem olyan szép, egységes a felületük, jellemző módon foltosak, színesebbek, tehát nem lehet egyenletesen befesteni őket, de azt hiszem, hogy a legfontosabb szempont az az volt, hogy nem feltétlen fogyasztásra alkalmasak ezek. Magát a fogást kell igazából megtanulni, és érezni a viasznak a hőmérsékletét. Hiszen ha túl meleg a viasz, akkor megfolyik, és nem lesz szép a minta, ha viszont hideg, nem tapad meg a tojás felületén. Régen az asszonyok nem a vékony vonalakra törekedtek. Szerették a vastag vonalakat, mutatósabb volt, haladósabb volt, hiszen több tojást készítettek ilyenkor. A nagy héten akár 30-40 tojást is megírókázott egy asszony. Az ügyesebbek pedig bérbe is dolgoztak. Azaz egy írott tojásnak egy másik nyers tojás volt az ára. Tehát nem pénzben történt a fizetség, hanem tojással.
tojásfestés egy tágabb fogalom. A festés alá sorolunk tulajdonképpen mindenféle technikát, most csak a Kárpát-medencében előfordulókat sorolom fel. Így például a patkolás, ami a kovács legényeknek a mesterremeke volt, de ismerjünk a felvidékről szarmarátétes technikát. Karcolt tojásaink is nagyon szépen vannak különböző motivumokkal, és a berzselt tojásokat is érdemes megemlíteni, ami egy növényi rátétes batik technika. Közép-Kelet-Európában ez a viaszolt, viaszleolvasztásos technika általánosan jellemző, Kárpát-medencében pedig elmondhatjuk, hogy szinte minden területen ezt ismerték. Felvidéken, Erdélyben, Dél-Dunántúlról nagyon sok motivum maradt fenn. Minél sötétebb a tojásnak az eredeti színe, annál szebben, erősebben, mélyebben fogja majd be a festék. Kicsit a kanállal locsolgatom. Szépen látszik, hogy ahol beviaszoltam a mintát, ott nem fogja be a festék. Ezután következik a száradás, csak száradás után olvasztatjuk le a viaszt a tojásról. Ez a legizgalmasabb része a folyamatnak, a viasz leolvasztása, hiszen ekkor látjuk igazán, hogy milyen mintával dolgoztunk. Hát óriási megtiszteltetésnek éltem meg, hogy a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lehetek, ez egy 3 évre szóló program. Nagyon-nagyon sok minden évben a jelentkező, én magam is el szoktam gondolkodni, hogy vajon mi lehetett a választásnak a szempontja, hogy bekerülhettem ebbe a 10 főbe, aki a népművészet kategóriában megkaphatta ezt az ösztöndíjat. A Kárpát-medence tojás díszítő hagyománya a fő témája ennek a 3 éves programnak. A kutatás, az alkotás és az oktatás egységére helyeztem a hangsúlyt, és számomra azt hiszem, hogy az egész munkásságomban egy nagyon fontos szempont, hogy ez a 3 szorosan összekapcsolódik és egymásra épül. Régen az öntött vas kályhákhoz használtak arany és ezüst port, kicsit felújították, javították ezeket a kályhákat, szatócsboltokban hozzáférhető volt az aranypor. Én készítettem egy kis vattás pamacsot, és ennek segítségével dörzsölöm bele a viaszba. Ha szeretnénk eltenni emlékbe ezt a tojást, valószínűleg néhány hét, néhány hónap után megmattul, oxidálódik ez a felület, ekkor újra lehet aranyozni. Egy tiszta vatta darabbal pedig letisztítom a hátteret. A pandémia okozta kényszerhelyzetből elkezdtünk online publikálni kézműves kis oktatófilmeket. Ezt egyesületi keretben is végeztük, az Iharos Népművészeti Egyesület támogatásával, illetve megemlíteném, hogy múlt évben a Nemzeti Művelődési Intézet megbízásából a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai támogatásával 60 darab tojásdíszítő kisfilmet forgattunk, ami az aszakkör.hu oldalon elérhető, és jó szívvel ajánlom mindenkinek. Egészen gyermekkortól, egészen a profi magas szintig megtalálhatóak kis 8-10 perces filmek.